Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy mi a különbség egy full frame-es szenzorméretű gép között, és egy APS-C szenzorméretű gép között. De mielőtt nagyon belementünk a részletekbe, először szeretném megköszönni nektek, hogy átléptük az 500-as feliratkozó számot, ami tudom, hogy nem olyan elképesztően nagy szám a YouTube világában, viszont nekem tényleg sokat jelent az, hogy folyamatosan nézitek a videókat, kommenteltek, kérdeztek, szóval ezért tényleg nagyon köszönöm nektek, és hálás vagyok nektek. Na de akkor vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy mi van ezekkel a fránya szenzorméretekkel. Ahhoz, hogy megértsétek, hogy a mai digitális full frame szenzor miért pont annyi, amennyi, ezért menjünk vissza egy kicsit az időbe, és nézzük meg, hogy mi volt a filmes világban. Ugye a filmes korszakban általában egy ehhez hasonló filmes gépet használtak az emberek, szépen bele tudod rakni a filmet, fel tudod tekerni, és ugyanúgy tudsz vele fotózni. Akkoriban ugye a fényérzékeny felület maga a film volt, filmtekercsre fotóztál, ugye általában 36 kocka volt egy filmtekercsen. Itt láthatjátok a filmnek az egyes képkockáit, és ezek a képkockák egyeznek meg a mai digitális szenzor méretével. Tehát a régi kisfilmes korszakból ered a mai úgynevezett full frame-es szenzor, ami ugyanúgy 24x36 mm-es, mint annó. Ahogy bejött a digitális világ, ugye szenzorokat kezdtek el használni a gépekbe, ami nagyon drága, főleg egy ilyen nagy képérzékelőt készíteni, mint mondjuk 24x36-os. Ekkor kezdett elterjedni az APS-C méret, ami egy jóval kisebb szenzor, amit nyilván sokkal egyszerűbben és sokkal olcsóbban tudnak létrehozni. Elmondhatjuk, hogy mára a sok szenzorméret közül a legelterjedtebb szenzorméretek a full frame és az APS-C a fotózás körében. Ennyit az eredetéről, és akkor most vágjunk bele, és nézzük meg, hogy milyen nagyobb és kisebb különbségek vannak a két szenzorméret között. Az első és szerintem legjelentősebb és legfontosabb különbség az ISO teljesítményben van. Ugye a full frame-es szenzorok nagyobb méretűek, de nem csak maga a mérete nagyobb a szenzornak, hanem az egyes pixelek, amiből összeáll a szenzor, azok is jóval nagyobbak. A nagyobb pixel pedig több fényt tud felvenni, és nem kell annyira felerősíteni azt az elektronikus jelet. Az APS-C szenzorméret ugye jóval kisebb, és ebből adódik az, hogy ezen a kis szenzoron összetömörülnek ezek a kis pixelek. A kis pixelek nem tudnak annyi fényt felvenni, ezért jóval nagyobb mértékben kell őket felerősíteni elektronikusan, hogyha esetleg az ISO-t megemeljük. Tehát ebből adódik az, hogy a full frame-es gépeket jóval nagyobb érzékenységre tudod állítani, anélkül, hogy nagyon elkezdjen zajosodni a képed. Nyilván ez a szenzor minőségétől is függ, és kivitelezéséből is, hogy mennyire tudod az ISO érzékenységet felnyomni anélkül, hogy zajosodna a képed, de általánosságban elmondhatjuk, hogy egy full frame-es gépet jóval jobban tudod majd használni sötétben, mint egy APS-C szenzorméretű gépet. A következő dolog, ami még különbség tud lenni, az az, hogy nagyobb szenzornál kisebb lesz a mélységélesség. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk 1.8-as blendén fotózol egy modellt, akkor hogyha nagyobb a szenzorod, amire fotózol, akkor kisebb lesz a mélységélességi tartomány, tehát jobban el tudod akár mosni a hátteret. Ez kifejezetten hasznos tud lenni, hogyha az a célod, hogy minél kisebb legyen a mélységélesség, például mondjuk portrézásnál, például mondjuk tárgyfotózásnál, vagy bármilyen olyan fotózásnál, ahol a mélységélességgel szeretnéd kiemelni a tárgyadat. A következő dolog, ami hathat pozitívan is és negatívan is, az a látószöggel kapcsolatban van. Ugyanis a látószög megváltozik, hogyha különböző méretű szenzorokat használunk. Jelenleg az objektíveknek a számozását azt a régi kisfilmes, ugye a mai full frame-es szenzormérethez igazítják, tehát azt veszik úgymond az etalonnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy 70-200-as objektív az full frame-es szenzor méreten lesz valójában 70 mm-től 200 mm-es gyújtótávolságig. Ehhez készítettem egy rajzot, hogy jobban megértsétek, hogy hogyan is működik ez, mert hogyha ezt megértitek, akkor utána bárhogyan, bármilyen szenzorral dolgoztok, bármilyen objektívvel kombináljátok, meg tudjátok határozni, hogy valójában milyen képkivágással dolgoztok éppen, és milyen a látószögetek. Ezen a képen egy olyan objektívnek a látómezejét látjátok, ami full frame-es szenzor mérethez készült. Ugyanis ebbe a körbe pontosan bele tudtok rajzolni egy full frame-es méretű szenzor. Tehát ez az objektív például maximum a full frame-es szenzor méretet rajzolja ki, és az összes szenzor méretet, ami kisebb, mint a full frame. Ugye a full frame-nél nagyobb szenzor méretet ez az objektív nem tud kirajzolni, mert akkor a szenzornak bizonyos részei kilógnának úgymond a kirajzolt körön kívül, ezáltal nagyon vinyettálna a kép. És pontosan ezért van az, hogy APS-C szenzor mérethez készült objektív nem fogja kirajzolni a full frame szenzor teljes képét.
Ebből adódik az, hogy nagyobb szenzorméretre készült objektívet fel tudsz rakni kisebb szenzorméretre, viszont kisebb szenzorméretre készült objektívet nem fogsz tudni felrakni nagyobb szenzorméretre. Jelen esetben például ezt az 50 mm-es objektívet fel tudom rakni full frame-re is, és APS-C szenzorméretre is, ugyanis ennek az objektívnek a kirajzolt látómezeje, az pontosan kirajzolja a full frame-es képet. Azonban most például egy olyan objektívvel videózok, ami csak APS-C szenzorméretre készült, tehát ezt az objektívet nem fogom tudni felrakni mondjuk egy 5D Mark III-ra, ami full frame-es. Ebből következik az is, hogyha mondjuk egy fix 50 mm-es objektívet használunk full frame-en, az valóban 50 mm-nek felel meg. Azonban amint rárakjuk ezt az objektívet egy kisebb szenzorméretre, például egy APS-C szenzorméretű gépre, akkor az az objektív nem 50 mm lesz, hanem meg kell szorozni a gyújtótávolságát egy bizonyos számmal, ez a szám pedig abból fog adódni, hogy a két szenzornak a mérete hogyan aránylik egymáshoz. Az APS-C szenzorméretet például Canonnál 1,6-szorosára kell növelni ahhoz, hogy pontosan full frame-et kapjunk. Ezért kell az objektív gyújtótávolságát is megnövelni 1,6-szorosára, és akkor fogjuk megkapni azt, hogy az objektívnek mekkora úgymond a valójában vett gyújtótávolsága. Például ha ezt APS-C-re rakjuk, akkor ez az 50 mm, ezt megszorozzuk 1,6-tal, az körülbelül olyan 80 mm lesz. És ezért mondtam az elején, hogy ez pozitívan is és negatívan is hathat, meg például, hogyha neked tegyük fel, hogy kell egy 450 mm-es objektív, hogy természetet fotózzál, ahol az őzikék ugrálnak az erdőben. Akkor, hogyha APS-C szenzormérettel dolgozol, akkor igazából elég neked egy 300 mm-es objektív is, mert hogyha azt beszorzod 1,6-tal, akkor pont körülbelül olyan 450 mm-nél leszel. Viszont hathat negatívan is, mert hogyha például egy óriási épületet szeretnél lefotózni APS-C szenzorú géppel, akkor egy jóval nagyobb látószögű objektívet kell vásárolnod ahhoz, hogy megkapjad azt a széles látószöget. Például tegyük fel, hogy mondjuk egy 18 mm-es objektívet raksz rá az APS-C-s gépedre, az valójában nem 18 lesz, hanem 24, ezért nem fogsz tudni olyan extra nagy látószöget kapni egy APS-C szenzorú géppel, ha csak nem veszel meg egy jóval nagyobb látószögű objektívet. Az utolsó különbség, ami azért nem elhanyagolható, az az, hogy általában ezek az full frame-es gépek jóval nagyobbak. Ő a full frame-es 5D Mark III, ő pedig az APS-C-s 77D. Azért látjátok a különbséget, hogy jóval kisebb az APS-C-s. Mondjuk manapság azért ezt már kevésbé mondhatjuk el, mert a Miltz gépek világában élünk. Jól tudjuk, hogy annak ellenére, hogy ezekből vannak full frame-esek, ugyanolyan kicsik maradnak, mint a többi Miltz. Például az előző videómban, ahol teszteltem a Canon EOS RP-t, nagyon kicsi a mérete, és mégis full frame-es. Nagyjából ennyit akartam igazából erre a videóra. Főleg meg akartam nektek tanítani ezt a látószöggel kapcsolatos kis szabályokat, másrészt pedig közbe bemutatni, hogy tényleg milyen nagyobb, kisebb különbségek vannak full frame és APS-C méret között. Remélem, hogy élveztétek a videót, hogyha így volt, akkor légy szíves, jelezzétek nekem egy like-kal, és iratkozzatok fel a csatornámra. Kommentben nyugodtan írjátok meg, hogyha esetleg kifelejtettem volna valamit az összehasonlítás alatt, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!